Zsolt az elmúlt versenyekről beszélt. Részt vettem az árokszállási biológia versenyen, ahol 90 ponttal tovább jutottam az országos döntőbe. A sport számára kikapcsolódást jelent, nagyon jól bele tud merülni. 6 éve kosarazom, ahol már érmeket és kupákat is nyertem el. Én általában támadó pozíción vagyok, magasságom és dobóképességemből ítélve, és legnagyobb dobásom pedig, mikor egy hát az A csoportban lévő meccset megfordítottam, és így megnyertük. De akkor a tanulás is itt van mellette. Mesélj egy picit arról, hogy hogyan telik egy napod. Bejössz a suliba, hazamész, és akkor mennyi időt tanulsz? Hát iskolára 2 órát szoktam általában készülni, aztán jönnek a plusz verseny. Ugye most volt a felvételi, arra is sokat tanultam. Aztán, ha olyan konkrét tanulmány, ha nem kell készülnöm, általában biológia és kémia könyveket olvasok. Mesélj egy picit erről a felvételről, hiszen nem sok iskolában van. Te hova szeretnél menni? A Tóth Árpád gimnázium bioszkémia szakára. Hát akkor azt gondolom, hogy ez nagyon népszerű most itt az iskolában. Utána mi a célod ezzel a 2 szakkal? Szeretnék elmenni a Budapesti Állatorvosi Egyetemre. Zsoltnak vannak otthon kis állatai, ezeket ő gondozza. Én 5. korom óta elkezdtem főleg madarakkal foglalkozni, vettem keltetőgépet és saját magamnak keltettem ki az állataimat. Gondozom őket, és egyébként egy jó kis pénzforrás is. És akkor milyen vannak otthon? Fűtjeim vannak. És a szüleid mit szóltak, amikor előálltál 5-esként, 11 évesként ezzel az ötlettel, hogy én ezt most szeretném? Támogattak? Hát először apukám meglepődtek, nevettek rajta, de aztán, amikor rájöttek, hogy nem viccelek, megengedték, hogy megvásároljam. Néha a levesbe is kerül a fűrjeiből, ezt már megszokta. Keltettem már csirkét, gyöngyit, kacsát is, de azok a mi udvarunkban nem férnek el, ezért azokat csak eladásra keltettem. A fűrj az, ami kis kaliberű, ezért elfér otthon is. És levesbe is kerül belőlük? Igen. Ilyenkor mit érzel? Egyéb, hát már megszoktam. Persze az elején még rosszul esett, hogyha mondhatni a saját kis szüleményem van ott, de megszoktam. Társai elfogadták a terveit, támogatják is Zsoltot, aki a kutató orvoson is gondolkozott, mert nagyon szereti a vírusokat, baktériumokat mikroszkóp alatt nézni. Kutató orvoson gondolkoztam, mert nagyon szeretem a vírusokat, baktériumokat, kaptam is egy mikroszkópot. Az ütem hirtelen, hogy baktériumokat kértél. Ez is szeretek nézelődni, szeretek nagyítva látni dolgokat. A sport révén igazi csapatemberré vált. Osztálya is kedves számára, sok jó tanuló van náluk. Ugye egymással nem versenyzünk, de nagyon szívesen segítjük a másikat. Dolgozatok előtt, ha valamit nem ért, akkor elmagyarázzuk neki. Mondta Zsolt, aki várja az áprilist, mert akkor már 14 éves lesz, és regisztrálhat a nyelvvizsgára.